Hogyha valaki nagyon sokáig van külföldön, és kezd kialakulni, vagy valami furcsa érzés, akkor gondolkodik, hogy mi az, ami most neki nem jó. Hiszen minden olyan szép, arra vágyott, hogy ott legyen, ott jól érzi magát, és akkor rájön, hogy honvágya van. És akkor kezd gondolkodni, hogy miért van honvágya. Azért, mert hiányzik a család, hiányzik a ház, az otthon, hiányzik minden, és hiányoznak az ízek, a magyar ízek, hiszen az a legfontosabb, mert azzal növünk föl. És akkor eszébe jut a nagymamának a legfárja, a palacintája, ahogy szokták mondani, esetleg a gyümölcsös kert, a finom paradicsomnak, az igazi paradicsomnak az íze, a paprikának, a finom füstölt kolbászoknak, és akkor rájön, hogy bizony, azért mindenhol jó, de legjobb otthon, ahol a magyar ízek, az igazi ízek. És ezért is vagyok boldog, hogy ez a kiállítás vásár létrejön, mert hiszen ki az, aki hirdesse a mi nagyszerű dolgainkat, ha nem mi magunk. Ezért külön köszönet a rendezőknek, hogy nem feledkeztek meg arról, hogy újraélesztik a magyar ízek vásárát, és az emberekkel, talán akik már elfelejtették, hogy miről is beszélünk, megismertetik, és közelükbe hozzák ezt a lehetőséget. Olvastam valahol, hogy újra kinyitják Magyarország kincses ládáját. Hát ez a kincses láda, ami nagyon nagy, mert annyi minden van benne, most már tele van valóban a magyar ízekkel is, és minden, ami ehhez van.